szevasztok, úgy tűnik túlélted. Hú, azért ott volt a végén az a nagy esés. Ez a végén az az esés, ez nem volt jó. Ezt nem ajánlom senkinek. Ugye mindig hallottam én a könyv vagy a filmekben, hogy vízre esik. Az keményebb, mint a beton. Nagyon durva. Tehát itt rendesen fáj. Oh. Egy ilyen egyenhagyrászkodásom biztos van. Nem áll, annyira? Mit is mondjak? Meglöttyent az agyam, azt tudja. De amikor felálltam, az zseniális. De nagyon jól néztél ki, ha ez megnyugtat. Jól néztem ki? Nagyon. Röhögtetek akkor a este? Nem, nagyon, nagyon sikítoztunk, mert nagyon menő volt, igen. Újra, együtt a család. Mennyire jó ez a víz, mi? Jaj! Micokám, megjött a polipod, amit úgy vártál, még az is megjött. Ezt két tányérétet rendeltünk, az elég lesz? Az éjségedet csillapítandólag? Annyira feldarabolod, hogy itt beugrik a szádba is. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Anya meg fog jönni. Most, hogy túléltem, és már nincs hány ingerem, mert most elárulok nektek egy titkot. Egészen most olyan hány ingerem volt, de már most elmúlt. Attól, hogy nagyon csúnyán elesne a vízis ível. Nem, mert nem akartam, hogy megijedjetek, de most erre jön, hogy minden oké. Szerintem én vagyok az egyetlen, aki csak a kedvence, kedvenc ítele. Húsból, tengerpart, szerintem vízi ítele, a polip. Önnyit nagyon szeretem a polipot, de téged szeretnék a legjobb. A vencit nem akár. Anya tulajdonképpen téged szeret, a vencit, engem, a legjobban, meg a polipot. Meg a lelensi polipot. Kéne ott van egy polip. Jó, a lehet, hogy sósakvány, az jó, és mindig megesszük. Nem! De miért? Nem! Hát de miért a csirkéket is a kertbe tartják, aztán nem, megeszik? Nem. Én azt a csirkét, akit a barátomnak kérdezek, azt nem akarom, hogy megeszik. Hát akkor tartsunk úgy polipot, hogy nem egy barátot tartunk, hanem mindig megesszük. Legyük meg! Legyük meg! Mi egy olyan család vagyunk, akik nem eszik meg a barátaikat. Mondjuk az edilányeket se eszik meg. De akkor én nem akarok soha többet barátságot kötni csirkékkel, marhákkal, meg halakkal sem. Nem, lehet, de nem őt eszed meg, hanem másikat, akikkel nem vagytok barátok. Ja, értem. Lesz egy olyan polip, ami külön lesz egy kis akváriumban, az mi lesz a barát, és több kis polip lesz egy nagy akváriumban, amit meg megeszünk. Ennyi. Nem akarok azokkal találkozni élőben, akiket megettek. De miért? Tehát egy vidéki lány vagy, ahol a kertbe kimentek, és megették a csirkét. Megette. Hány olyan csirkét ettél meg, amit... Csirkemányosok voltam, nagyon sok. Most így elmondom, hogy szeretem. Ezt én teszem. Hoppá, közel. Menjünk egy kicsit. Szomorú, hogy nem lesz akkor polip farmunk, óriás biznisz lenne. Az a baj, hogy nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy polipot tartson az ember. Mit teszik egyáltalán a polip? Halakat? Azokat, akiket megeszik is, mert előtte. A nagy kérdés az, hogy egy polip megenné a barátait. Mert ha igen, akkor mi is megesszük a polipot. Nekünk nem kell olyan nap lenni, mint a polip. De basszóban megehetjük. Hoztám a halakon. Na jó, azt hiszem, hogy inkább megeszem ezt a rákot, ami szintén nem a barátom. Miért sajnálod a rákokat? Már nincs olyan szegény nekem, többféle, és nem tudjuk a kezük sincs, amivel tudnák fésülgetni, ezt el tudnak. Az
az a baj, annyira megfájdult a fejem ettől az eséstől. Nem vagyok annyira magabiztos a vízben. Valahogy nem ezt már jól most így jöttél, hogy tetsz kívánc. Akkor nem mehetek oda hozzád? Aha. Korál. Abban nem kaptál podrácsot? Remélem. Jó lenne, ha nem kaptam volna. Sziasztok! Mindjárt utálhatok 24 izgulyatok. Na mi van? Azt mondta a csába, érdekünk intézni egy kisebb csónakot csapamunknak, úgyhogy most 10 perc szóraink lesz egy kisebb hajó. Külön kivitt minket, és ugyanez a csónak el tud aztán vinni minket haza mindire. Adjön. Ezt szólta meg a lába. Ó, de még lakulatunk. Láttunk már ilyen plakátokat, hogy mentsük meg Zanzibar tengeri csillagait, mert a turisták felhozogatják őket a víz aljáról. Ott is van egy csomó. Igen, ott van még hár, ott még van egy. Ott is van egy csomó, hogy öt. Ez nem mozog. De ez nem jó fejség. Nem mozog meg, csak nagyon lassan. Megfogtok egyet? Megfogni szabad? Nézd, hogy ott vannak a kis lábacskáit, kidugja, és azzal közlekedik. Akkor azt mondja, akkor én tengeri csillagot fogok kérni. Tényleg? Akváriumban akarod tartani? Igen. Ez legalább olyan jó, mint a polip. Akváriumi tengeri csillag. Egyébként lehet, hogy lehet otthon esetleg kapni. Sikerült összeszerveznünk egy napramentés hajókázást, úgyhogy nekilendültünk. Fú, még mindig nagyon meleg van, de Isten. Nekünk is megszúrta valami a lába. Hé! Fáj a lába, és fáj a lába. Igen. Ez a naplemente nézés, ezt nem teljesen értem, hogy ez hogy zajlik. A naplementet ezt nézni, ezt már innen is tudnánk, tehát ez nem kell. Igen, ez nem tudom, hogy a Balatonon is a vitorláshajók kifutnak a vízre, mert azért mégis sokkal szebb onnan a naplemente. Úgy láttam, hogy a többi hajón, ami ilyen szervezett Sunset Cruise-os program, ott ilyen dobolnak, meg igen, hangulatos, igen. Nem lekéstük, tehát hogy igazából csak arra lettünk figyelmesek, hogy már mennek ki ezek a hajók. De úgy is kitaláltuk, hogy egy privát csónakkal szeretnénk visszamenni a hotelhez, mert borzasztó rossz az út. Az út viszonyok. Lehet, hogy ezért most sem megyünk, nem indulva. Ilyenkor milyen okos a helyiek, ilyenkor jönnek ki a tengerpartra, és mennyien fürdenek ott. És óriás bulicsomnak.
úgy tűnik, hogy megjöttünk. Jó út volt, Mico? Mico? Itt kiszállunk a csónakból. Jó, jó. Hú, de jól taludott ez a kis fia. Most már napot úgy sem. Jó lesz itt a dolépkednia. Na, nice. Jövök, jövök, itt vagyok. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Can we call you just for a boat trip? Yeah. I mean, like a taxi going to a different town? Yeah. Yeah? Can you give me your number? Yeah. Thank you, sir. Bye-bye. Oh, hello. Can we sit down here to eat? Okay, thank you. A rózsaszín ruhás lány mellett ott van egy ilyen másik lány, ő magyar. Tényleg? Hello! Ja, akkor ti magyarok vagytok azért, mert a Mici már kiszúrta. Hogy a Spirit Hotelben voltatok, egy hete vagy mikor. Igen. Tényleg? Igen. Zseniális. Nem tudjátok, én reptére még azon rögtem, hogy ott ilyen fegyatokkal várták az embereket, és ki volt írva, hogy Zsuzsanna, Szabó. Nem mondom, lesznek magyarok a szigetlenek, hogy sok. Na jó, még dumáljunk, lepakolunk, és akkor találjuk ki. Hihetetlen ez a hely. Ezt láttuk az ablakból tegnap. Vagyunk a vacsin. Jó kis vacsin. Tehát az, hogy magyarokkal futottuk össze, igen, spontán. Ez lehetne egy sorozat is. Hova futunk össze spontán magyarokkal? Húha, viszont én úgy látom, hogy eléggé följött a víz, mert hogy addig vacsorázgattunk, amíg visszatért az árapály. És hát az a dagály. De azért annyira nem durva, vagy nem nevállaljuk be ott? Világítunk a tekintet. Hát ott a lépcsőig csak. Melyik lépcsőig? A lépcsőig szerintem. Jó. Teljesen kérdez, nem megyünk föl őket, és végsétálunk. Hát csúlom vízesek közül. Odáig ott lesz a vízesek. Ott voltunk. De jól néz ki. Atya úristen! Én nem tudom, hogy ez hogy fog sikerülni. Na? Jó, a víz, tudom. Meg vagyunk. Jaj! Óriási íz. Befelé világít, Bencu. Milyen meleg. Na itt hogy megyünk át? Ja, most te megnézi? A szomszéd hotel biztonsági őre. Átnavigál minket. Az így. Ott a lépcső! Na, thank you, sir! Thank you, thank you, bye! De, adjunk neki egy pacsit! Thank you! Ah, a pénzt is adok! Sorry! Let me give you a fiver! Hú, az anyátok úr is tenni! A legjobb a végén, amikor mondtad, hogy mondtam, hogy adj neki egy pacsit a legyobb. Na, hát akkor hazaértünk. Ugye, így lehet kiteríteni, hol van a kamera? Ott, ahová ez mutat. Ott. Igen. Keresd meg a kamerát. Na mi van, anya? Meg van a kulcs? Nincs meg? Itt alszunk, itt sincs hideg.
Nem ma fogunk megfagyni. Gyerekek, ezt a napot is túléltük anélkül, hogy valami óriás bal lett volna. Ugye majdnem agyrázkodást kaptunk, és majdnem elvitt a tenger. De túléltük. Kérdés. Ez egy kérdés, ez egy túlélő túra szerintem. Anya, apa, egy kicsit odaadod? Mit? A telefon. Nincs nem telefon. Persze, akkor azok mi? Ez nem telefon, ez egy videókamera. A törölközőnkből van csinálva a hattyú, és a hálóingemből egy ilyen furcsa alakzat, egy ilyen szívecskét. Úristen, ne vicces. A legjobb, hogy még a taknyos zsepidet se dobták ki, Mici, csak oda beigazították a nagyosan. Meg a mi törölközőnk tényleg. Ezek szerint lehet átlagos törölközőkből is ilyen csodálatos hattyúkat csinálni. Fölmész, most már én magasra, meg bárki kimérő, hogy te jó, most jól vagy, tehát most jó, és akkor fölmész, és te még ott esz, onnan esel le. Uh-huh. Akkor könnyen agyrázkodást kaphatsz. Igen. Tehát, hogy ezt inkább ne szabályozzuk, ne? Ne erőltessük. Ezt ne erőltessük a fájmódot. Elég volt 20 perc, mert úgyis majdnem szedted magad. Igen. De ki kellett próbáljam azért egyszer. Ez megtanulható. Én bevallom őszintén azt gondoltam, hogy ezt nem lehet így csak így 20 perc alatt megérezni. Szerintem ő is úgy tanult, hogy már volt egy 3-4-szer agyrázkódása. Lehet. Nem mondom, hogy nem járt fájdalommal. Felnőtt korban sielni, megtanulni, az is sok-sok fájdalommal jár, mert sok esés, de... Felnőtt korban még sokkal könnyebb. Nem, sokkal nem. Mind felnőtt korban... Én már jól tudok sielni. Ti már jobban sieltek, mint én. Szóval az érdekes az, hogy ez a... Mi ez? Flyboard? Ez a jetskiből kapja az erőt. Hello. Nóra. Nóra. Tehát tulajdonképpen gázt ad a kísérő. Ő adja, tehát ezt ő adta. Bum, 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 és akkor felrepít az égbe. Tessék, Bencics. Anya, azt akarom mondani, hogy én azt mondta, hogy megpróbálok valamit. Wi-Fi kódot kell szereznünk, igen, most esti tunyulás van már. Igazából nem mondom, hogy nem ajánlom ennek a kipróbálását. Ütöttem meg magam egyszer-kétszer, de akkora élmény volt ott fölmenni. Bence, mindig akkor akarod elkezdeni, amikor apa végre beszél. Mi lenne még egy gyerekünk, akkor én gyakorlatilag egyáltalán nem tudnék megszólalni ebben a családban. Én lennék az ember, aki nem beszél. Igen, akkor ebben erőszakosabbnak kéne. Akkor most csak én beszélek, és mindenki maradjon csendben. Azért mi nagyon izgultunk, érted? És okkal, mint azt a mellékeltábra mutatja. Fantasztikus, tudom, azt kezdtem mondani, hogy egyébként nagyon nagy érzés ott repülni. Na úgy nézték ki, olyan menő volt, mint valami szuper, szuper. Én egy szuperhős. Igazából csak ezt akartam bizonyítani, mert egy apa a gyermekei szemében ugye egy szuperhős, ugye?